Többek között vérnyomást, vércukorszintet és tüdőkapacitást is mértek a lakosoknak péntek este Nyírbogáton. A szűrővizsgálatra az első nyírségi praxis közösség létrehozásának projektzáró rendezvényén került sor, melynek részeként Nyírbogát, Nyírbeltek, Encsen, Spirice és Penésztek házi orvosai fogtak össze annak érdekében, hogy az érintett települések lakosai számára a mindennapok részévé váljon az egészséges életmód. Ez egy egészségtudatos magatartás, egy egészségre nevelés céloz meg, és a praxis közösség területén élő lakosoknak olyan plusz szolgáltatások bevezetésére került sor, amire addig nem volt lehetőség. Ilyen plusz szolgáltatás volt a gyújtornász jelenléte, illetve a dietetikus jelenléte az 5 településen, és emellett prevenciós rendelések során a bekerülő, szűrésre kerülő lakosok életmódján, táplálkozási szokásain, mozgáskultúráján próbáltunk változást elérni. A praxis közösség keretein belül nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy az egyes betegségekben szenvedők megismerkedjenek egymással, közösséget építsenek, és a házi orvos segítségével közösen találjanak megoldást problémáikra. A törekvés a sportolás kedvező élettani hatásaira is felhívja a figyelmet. A záró rendezvényen Katus Attila aerobik világ és Európa bajnok tartott közös edzést, aki az eseményen arról is beszélt, hogy az utóbbi években érzékelhető a szemléletváltás a lakosság körében. Az, hogy a fizikális képességeinket javítjuk, hogy erősebbek leszünk, állóképesebbek leszünk, mozgékonyabbak leszünk, ügyesebbek leszünk, ez a külsőnkre is hatással lesz, tehát esztétikusabbak leszünk, és azok a funkciók, amelyek az életfunkciók, azok az egészségügyi paraméterekben is fejlődünk, a betegségeknek a megelőzésében is nagy szerepe van, illetve a betegségeknek a gyógyításában is nagy szerepet játszik. És akkor nem beszéltünk arról, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb az az ember, aki rendszeresen sportol, sokkal nagyobb az önbizalma, jobb az önértékelése. Már az, hogy több ilyen program van, hogy erről többet beszélünk online is, azért azt mondom, hogy még a fiatalok körében is azért már van egy éles váltás bizonyos körökben, akik ugye kiteszik, hogy mit tettek, hogy elmentek sportolni. Szóval ez egy kicsikét azért azt gondolom, már divat is, már menő is. Régen azért csak a cigaretta volt a menő, ma már azt gondolom, az egészséges életmód is menő. Tehát hogy két irány van, valahol még mindig a cigaretta meg az alkohol a menő, és van egy olyan vonal, ahol az egészséges életmód, és azt gondolom, egyre többen vagyunk. Katus Attila kiemelte azoknak a beruházásoknak a fontosságát, amelyek vonzóvá teszik a sportolást a lakosság számára. Szót ejtett továbbá arról, hogy az oktatásban bevezetett mindennapos testnevelés és az egészséges étkeztetés is egy nagyon jó törekvés, abban pedig mind a sportoló, mind pedig a házi orvos egyetértett, hogy a betegségek megelőzésében a testi-lelki egyensúly fenntartásának van a legnagyobb szerepe.